Szevasztok, hey! Megmondom őszintén, nem nagyon szeretnék belemenni olyan videók gyártásában, ahol próbálok olyan fogásokat találni, ami nem tetszik nekem, mármint abban az országban, vagy mondjuk a vidéken, de azért egy-kettő van, amit én szeretnék megosztani, hogy azért tisztában legyünk azzal, hogy vidéken élni, hát nem biztos, hogy a legjobb dolog, vagyis, hogy vannak negatív dolgai, azon kívül nagyon szépet látsz, vagy nagyon jó környezetben laksz, vagy szép helyen, vagy jó levegő, madárcsicsergés, meg akármit mondhatnék, de ennek van egy ellenkezője is, amit én szeretnék megmutatni nektek, hogy azért vannak fennakadások vidéken, tehát annyira azért nem dübörög itt az ország, hogy nagyon tudjuk verni a mellünket, én szerintem, de hát ezt a városban a lakók nem nagyon látják és nem nagyon érzékelik, amit most fogok mutatni. Amikor elkezdtem videózni, csináltam egy videót azzal kapcsolatosan, hogy nincs vidéken, vagyis vannak olyan falvak, ahol nincsen csatorna hálózat, ezért az állampolgár a pöcéből vagy a szennyvízből kénytelen a szart kiszivattyúzni az erdőbe, vagy egy gödörbe, vagy ki az utcára, vagy bárhova, ahol tudja, mert nem tud vele mit csinálni. Egyrészt azért, mert a szippantás nagyon drága, mármint olyan 5-6 ezer forint körül van, úgy emlékszem. Ugye a zemésztőgödöt nagy részt megtölti a mosógép, tehát vízzel van tele, igazából nem is nagyon szennyvíz, de van az is benne, ezért nagyon sűrűn kéne szivatni, és az nagyon drága. Ezért ugye lehet kapni szennyvíz szivattyúkat is, így oldja meg a vidéki állampolgárról, nincsen csatornahálózat. Megmutatom ezt a videót gyorsan íme. Ez itt 2017, dübörög az ország, vidéken meg szivattyúzzuk a szart, mivel nincs csatornahálózat. Szóval ez nem a legprofi videó lett, de mégis az a valóság benne van, vagy az igazság. Szóval, ami most következik, az szintén érinti nagyon sok falut, mert hogy a szemétről van szó. Mégpedig arról a szemétről, ami a ház körül összegyűlik, és hát a nagy kérdés, hogy mit csináljál vele. Most nem a papír dolgokról beszélek meg, ami a konyhában összegyűlik, hanem így a ház körül cserép, ez az, amaz, felújításnál, lomtalanításnál átérődtém. Tehát most már kimondtam a kulcs szót, lomtalanítás. Vidéken, itt, ezen a környéken megszűnt a lomtalanítás. Nincs vidéken, falvakon lomtalanítás. Ezért megmutatom, hogy mit találtak ki az okosok lomtalanítás helyett. És itt kezdődik a probléma. Kettő darab kuka van rendszeresítve egy háztartásba, vagy egy házhoz. Van egy barna tetejű, ami a zöld hulladéknak van. Már felmerül bennem a kérdés, hogy vidéken, ahol ugye legtöbben komposztálják a zöldet, meg visszarakják a földbe, minek zöld hulladék konténer, amiért én fizetek 840 forintot.
érthetetlen, miért nem hoznak ide egy műanyag gyűjtőset, akkor legalább, ha már szelektívről van szó, sokkal nagyobb értelme lenne, hogyha a műanyag dobozokat, illetve műanyag palackokat bele tudnánk dobálni. És van egy fekete, ami meg rendesen a kommunális hulladék, és ezért a hulladék szállító az felszámol általány díjat, olyan 1000 forint körül van, hogy itt állnak a kukák, úgyhogy nincs még kiürítve. Minden ürítés 515 forint körül van, úgy tudom, de nem minden nap ürítenek el, nagyon azt gondolt, mint városban, hanem csak két hetente. Egyik héten viszik a zöldet, a másik héten meg viszik a kommunálisat, tehát neked két hétig kell itthon tárolnod a szemetedet, hogy elvigyék. Tehát kérdezem én, két hét alatt szerinted mennyi fér bele egy ilyen kukába? Ha már nagyon tele van, vagy mellé rakod, azt már nem is nagyon akarják elvinni, mert ugye az már több, mint egy kuka. És természetesen akkor az általányt az azért fizeti az állampolgár, hogyha elakadása van szemét ügyel, tehát el kéne vinnie a hulladék lerakóba, akkor el tudja oda vinni, ingyenesen lerakni, mert ezért fizetjük. Megszűnt a, mint mondtam, a lomtalanítás, ezért elviheted oda. Amit akarok mutatni, ahhoz nekem 3 kilométert kell sétálnom, mármint autóval. Megérkeztem. Ez nem más, mint egy hulladékudvar. Kiszállva az autóból ezt láthatjuk. Maga a hulladékudvarnak a üzemeltetője az a GHG, Győri Hulladék Gazdálkodási Non-Profit Kft. És azt el kell, hogy mondjam, hogy ide van írva, hogy befektetés a jövőbe, új Magyarország fejlesztési terv, Győr és térsége település, szilárd hulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése, az EU és a magyar állam által nyújtott támogatás összege 6 milliárd 500 millió forint. Ide van kiírva, hogy hulladék udvar, ami azt a célt szolgálja, hogy megpróbálja kiváltani a lomtalanításokat vidéken vagy a kis falvakon, mert hát azt mondják, hogy az nagyon költséges, ezért csináltak ilyen lebetonozott placokat, ahova kiraktak egy pár konténert, itt látszik mögöttem, illetve van egy másik konténer, ahol meg a néni lakik, aki itt dolgozik, nem lakik itt, de az az irodája, nem is ez a lényeg. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy hetente egyszer van egy nap, amikor ide jöhetsz, meg szombaton van egy pár órád. Tehát ez a projekt 6 milliárd forintból épült, és több településen csináltak ilyen hulladék udvart. Nem, igazából azt nem tudom, hogy milyen rendszeressége, vagy milyen sűrűn csinálják. Az én falumban, ahol lakom, nincsen, úgyhogy el kell jönni ide 3 kilométert, illetve ha másik fele megyek, akkor meg 10 kilométert kell elmennem, ott van a másik. De nem is ezzel van a probléma. És a történet az maga arról szól, hogy ugye nincsen lomtalanítás, összegyűlik mindenkinek a szemete otthon, drótkerítés, hulladék, ez meg az meg amaz, vagy ha lakást felújítasz, akkor annak a maradéka, és ezt el kell tüntetned valahogy. Ennek kétféle lehetősége van, vagy otthon a kertben elásod a picsába, vagy pedig lomtalanításnál ugye kiroknád az utcára, és akkor elviszik. Na most ez nálunk hiányzik, erre született meg ez a remek hulladék udvar. Történt az, hogy a héten én összeszedtem, és összebeszéltem egy ismerőssel, hogy akkor gyűjtsük össze a hulladékunkat, és hát hozzuk el ide utánfutóval. Összegyűjtöttük, bepakoltuk, eljöttünk ide, ebbe a hulladék lerakóba, és hát az az igazság, hogy amit művelt itt a hölgy, az kritikán aluli. Az történt ugyanis, hogy hoztunk mosógépet is, amit már ki voltak szuperálva, és azt szerettük volna, abból volt kettő régi mosógép, azt szerettük volna lerakni. Ezek a konténerek, amiket látsz, és figyelj ide, mert én itt voltam, mikor voltam itt, azt mondja, hogy ma van vasárnap, én
szerdán voltam itt. Szerdán voltunk itt lerakni. És látszik, hogy az az egy konténer, látod, ott van a, tehát a bódétól, a zöld bódétól számítva, egy, kettő, a második konténer még most is tele van, az a, az elektromos hulladék, oda kerülne a mosógép is, és most is tele van, látod, nincsen kiürítve. Azt mondta nekem a nő, hogy nem tudja átvenni a, az elektromos hulladékot, bármint akkor a mosógépet, mert tele van a konténer. Hallod, én ezen kiakadtam. Van hetente egy nap, amikor elhozhatod ide, vagy talán még van akkor a szombat, ugye ez a pár óra, tehát neked úgy kell időzítened az idődet és szabadidődet, úgy kell beosztanod, hogy a nyitvatartásra ide tudjál jönni. Hát mi ezt összehangoltuk, és erre ez vár minket itt, hogy nem lehet lerakni a hulladékot, mert tele van a konténer, az a buzi konténert nem tudják elvinni. Itt ül a nőci, hallod, és arra nem képes, hogy elvitesse a konténert, és ide jön az állampolgár, és nem tudja lerakni a szemetét, mert nincs hely, hallod? De azt nem engedik meg, hogy mellé rakjad, és rendetlenkedje itt. Ezért én nagyon kiakadtam a nőn, már maga a stílusán is, hogy megpróbált felülkerekedni rajtam. Megmondom össze, elég nehéz, én elég ilyen szempontból elég durcás kismalasz vagyok, tehát nem szoktam hagyni magam. Úgyhogy itt is hát kifakadtam, és hát szépen elküldtem a picsába az egész rendszerével együtt, mert ez azt gondolom, hogy felháborít, amit művelnek ezek itt. Tehát, hogyha eltörölték a lomtalanítást, és ha még ide jössz, nem tudod lerakni a szemetedet, mert nincsen hely, hallott, ilyen nincsen. Hallott, szóval én teljesen kiakadtam ezen, mert ugye kidobnám a szemetemet nagyon rendes módon, és nem lehet, mert nincs hely. Hát csodálkozunk azon, hogyha az útszéleken, erdőkön, bevezető utakon ki vannak dobálva szemetek, mert ezek a buzik nem veszik át. Hát akkor kinek adja le az ember? Azt mondja nekem a nő, menjek el arrébb 10 kilométerre, azt rakjam le oda, mert ott van hely. Aztán mondtam neki, hogy jó van, akkor megegyezhetünk abban, hogy éjszaka visszajövök, és kidobálom ide a picsába, a kapuba, aztán azt csinálnak vele, mi akarnak, mert ugye ez egy szemét lerakó hely, hulladék, mi a tök a neve? Hulladék udvar. Hát azért hulladék udvar, hogy én lerakjam ide. Ezt nem akarta, úgyhogy mondtam neki, hogy akkor le fogom ide rakni a kapuba. Hát megijedt egyből, meg mondta, hogy fölírja a rendszámot, meg minden. Hát mondom, hírja föl nyugodtan, kedves. Ettől függetlenül még a szemét az itt lesz, mert én nem fogom őrizgetni otthon. És megijedt, és elkezdett telefonálgatni. Addig telefonálgatott, amíg talált Veszprém Varsányban egy másik ilyen hulladék lerakott, ahol volt szabad konténer, úgyhogy átmentünk oda, amit azt kell, hogy mondjam, hogy az 13 kilométer innen, és meg még haza, mert mentünk még egy kört, tehát majdnem 50 kilométert utaztunk azért, hogy a szemetet ki tudjuk dobálni, ezért, mert ez a buzi telep itt, teljesen mindegy, hogy hol van, az nem képes kiüríteni a konténerjét. Hát nagy valószínűség, hogy ezért vannak kirakva, és ezért dobják ki az erdőbe a szemetet az emberek, mert egyszerűen olyan hülyen van megcsinálva az egész rendszer, hogy van is, meg nincs is. Arról nem is beszélve, hogy próbálják szétszelektálni a szemetet, ami nem probléma, de nem vesznek át mindent, hallod? Hát ilyen sincsen, hogy most én próbáljam szét otthon össze pakolgatni, hogy melyik szemét milyen. Én zsákba beraktam a dolgokat, hallod, azt sem tetszett nekik, mert hogy a zsákból ki kéne pakolni, meg szelektíven kiszedni a dolgokat. Hát meg a tökömet, érted? Hát azért van ez a telep, hogy csinálják meg. Hát egyszerűen agyament ez a Magyarország, ahogy működik, főleg itt vidéken, és erre akartam kilukadni, hogy a vidéki ember így is meg van szopatva eléggé ezzel a rendszerrel, hogy a szemetettől nagyon nehezen tudsz megszabadulni, és hogyha veszed a fáradtságot és jó gyerek vagy, elhoznád ide, akkor sem sikerül, mert ezek a buzik úgy csinálják ezt meg, és úgy van a rendszer kialakítva, hogy valamikor nem is tudsz megszabadulni a dolgaitól. Vicc az egész, komolyan. Szóval így vidékről a kiakadásomnak ez volt a tárgya, maga a hulladék udvar, szerintem buziszarul működik, már elnézést, és hát megérne egy misét ezt, hogy megváltoztassák, mert ha már csináltak egy ilyet 6 milliárd forintból, már nem ezt az egyet, hanem az összeset, akkor azért tegyenek már azért, hogy le is lehessen rakni ezt a kibaszott szemetet, ha már ez van.
Amúgy maga a konténerek el vannak nevezve, hogy melyiben mit lehet rakni. Itt a legelsőben látszik, hogy műanyag, aztán van egy lom nevezetű fahulladék, ami ilyen nyesedékek, építési törmelék, fém, aztán jön a többi, a gumi, és ott van az elektromos, illetve nem tudom még mik vannak ott, ruhák, meg különböző dolgok. Szóval így néz ki egy hulladék udvar, ahova nem minden hulladékot lehet lerakni, és nem mindig, és nem akkor, amikor te szeretnéd, hanem akkor, amikor megmondják, meg amikor van hely, és akkor, amikor az illetékesek felemelik a seggüket, vagy a telefont, és ide kérnek egy autót, hogy vigyék el a hulladékot, mert nem fér ide. Azt nem értem különben, ha miért nem lehet akkor a konténer mellé lerakni. Hát, hogyha arról nem gondoskodnak, hogy elvigyék a konténert, akkor be kell rakni az udvarba. Nem, aztán pakolják el a picsába, ők rakják össze. Hát azért álljon már meg a menet. Tehát mindig az a buzi állampolgár igazodjon a majom hivatalokhoz, mert ők nem képesek korrektül üzemeltetni, hogy az mindenki megelégedésére szolgáljon. Szóval hallod, felháborító ez az egész. 6 milliárd forintért, hát rohadjon meg. Amúgy meg mindenkit buzítok arra, hogyha ilyen helyre jön és ezt találja, tessék ide a picsába lerakni a bejárathoz, ide a placra, vagy oda a másikra, hát ott van a bejárat, meg kijárat. Tessék oda ledobni a picsába a szemetet, azt majd elgondolkodnak azon, hogy hogy is kell ezt csinálni, hogy működőképes legyen. Hát köszönöm szépen a figyelmet, remélem azért nem túl sok ez, amit próbálok átadni a vidéki feelingből, de hát ez van, és ezt megmondom össze, hogy engem ez zavar. És hát próbálom azért továbbadni, hogy hát ha valakihez eljut, hogy ez nem olyan vidám dolgok ezek, és főleg akkor nagyon zavar, mikor azt mondják, hogy dübörög a gazdaság, és ugye egyrészt, amit mutattam, szennyvíz. A 28. században hallod, nincsen csatornahálózat. Akkor már eltörölték a lomtalanítást, a szemetet nem tudod eltüntetni, csak korlátozott kereteken belül, tehát nem visznek el mindent. Aztán azt hozzá kell tenni, hogy a faluban, minden faluban volt ruha átvevő konténer, ahol használt ruhádat berakhatod. Egy-két hónapja megszüntették az egészet, az egész útvonalon, mondjuk innen Pápáig, majdnem az összeset beszedték, azt sem lehet most már lerakni a ruhákat, mert nagy koszt csinált, hallod? Hát hihetetlen. Aztán mit mondjak még, csak gyorsan a vidéki feelinghez, telefonvonalon jön az internet a legtöbb faluban, tehát körülbelül a sebesség az internetnek olyan, mint 20 évvel ezelőtt a városokban. Annyira föl vagyunk zárkózva Európához, hogy ez hihetetlen. Azt kell, hogy mondjam, hogy vicc kategória. Ugye a nagy internet szolgáltatók vidékre nem jönnek el a kisfalvakba, mert nem kezdenek el ásni, mert a nagy összegbe kerül a maga hálózatnak a kiépítése. Ezért szarnak a kis vidéki városokra, vagy a kis vidéki falvakra. A városokban megcsinálják, aztán onnan nem nagyon mennek tovább. Felháborító ez is. Úgyhogy ennyi volt gyorsan, ami így eszembe jutott, és ami igazából engem nagyon zavar. Na, köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, jók legyetek. Jövök majd legközelebb valahonnan. Ha-ha-ha-ha-tam. Na, szevasztok! Csak gyorsan záróképpen még itt van egy kis tábla, dohányozni tilos bent a telepen. Hallod, a nőnek ez volt a legnagyobb problémája, hogy az ismerősöm pont dohányzott, amikor bementünk autóval, és rászólt, hallod, hogy ne dohányozzon itt, mert tilos. Hát kigyullad a vas, bassza meg. Ez volt a legnagyobb problémája, hallod, ne dohányozzon. De az, hogy nem viszik el a szemetet, az nem volt probléma, meg még ő volt majdnem megsértődve, hogy felemeltem a hangom. Álljon már meg a menet, hallod?